2021. szeptemberében első között indult okleveles technikusképzés a vármegye székhelyen a Nyíregyházi Egyetem és a Nyíregyházi Szakképzési Centrum együttműködésének köszönhetően. A képzési kínálat következő állomásaként a 2024-2025-ös tanévtől újabb 2 technikum csatlakozik az okleveles technikusképzéshez. A Zay Anna Technikum és Kollégium oktatáságazatban óvodai nevelőképzés indul, a Sipkay Barna Technikum pedig turizmus vendéglátáságazatban kezdi meg az okleveles technikus képzést. Az iskolában a turizmus vendéglátás ágazatban az okleveles technikus képzésre kaptunk engedélyt a 24-25-ös tanévtől, és ez a lehetőség azért nagyon nagy lehetőség a gyerekeink számára, mert úgy tudnak ágazati szakirányban tovább tanulni, hogy kreditkönnyítést kapnak, illetve ezáltal rövidülhet az ő képzésük is. A jelenlegi egyeztetések alapján úgy látjuk, hogy legalább egy fél évvel biztosan rövidülni fog a képzésük, és nagyon sok olyan tantárgy lesz az egyetemi képzés során, amelyet nekik elismernek kreditként a középiskolai tanulmányaik alapján. Azok a tanulók, akik oktatáságazatba jelentkeznek a 10. év végén egy teljesítménymérés után, amiben az állóképesség, a zenei tudás, a szép magyar beszéd tartozik, választhatják az óvodai nevelőt. Később pedig, ha óvodapedagógusként szeretnének tovább tanulni, a Nyíregyházi Egyetemen ez szintén kreditbeszámítást, valamint a fél év rövidítését is jelenti. Tanulók a 9-10. évfolyamon egy érzékenyítésben vesznek részt, ami azt jelenti, hogy megismerik a korosztályokat, megismerik azokat a tevékenységeket, amit ezekben a korosztályokban segítőként, pedagógusként vagy a pedagógus segítőjeként kell végezniük, akár a bölcsődében, akár óvodában, általános iskolában vagy középiskolákban, és utána a 10. év végén választhatják azt, hogy oktatási szakasszisztensek vagy óvodai nevelők lesznek. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum és a Nyíregyházi Egyetem közös szándéka, hogy az okleveles technikusképzés edukációs palettája a gazdasági igényeket figyelembe véve újabb ágazatokkal bővüljön. Ezeknek a képzéseknek a diákok a legnagyobb nyertesei, hiszen megismerhetik azt a szakmát, amit utána professzionálisan űzhetnek.